Idei első H2O magazinunkban újra dübörögnek az erőgépek. Jártunk Dunaharasztiban és Ónódon, a Jetski országos bajnokság első két futamán. Majd beszélgettünk Vadnai Benyáminnal, fiatal olimpikonunkkal a vitorlázásról. Nyolc hónapos téli álmából ébredt fel a magyar jetski sport, ennyit telt el ugyanis a legutóbbi hazai verseny óta. A sportolók már alig várták a visszatérést, erre kiváló bizonyíték, hogy szinte mindenki, aki számít, elindult az év első futamán. A sportág Hungaroringjének tartott Dunaharaszti tavon az országos bajnokság első fordulójával rajtolt az idény. Legutoljára tavaly szeptemberben volt szerencsém versenyezni, azóta igazából csak a saját vizen otthon edzettünk, ami nyilván az is egy jó dolog, sok fiatallal együtt edzünk folyamatosan, viszont nyilván a verseny az mindig más, tehát ott azért mindig benne van az emberben az adrenalin, és hát igen, nagyon vártuk már ezt a pillanatot. Bizonyos szabályokat be kell tartanunk, tehát nézők nélkül, zárt kapuk mellett rendezzük meg a versenyt, valószínűleg még az országos bajnokság második versenyét is. De az, hogy a versenyzők, a sportszakemberek itt lehetnek, és újból egy jót versenyezhetünk, ez mindenki számára nagyon jó volt. Nem véletlen, hogy magyar versenyzők szinte teljes létszámba, sőt még új arcok megjelentek, és 7 országból jöttek el még versenyzők, úgyhogy egy kis Európa-bajnoksági szintű verseny lett ez a tegnapi mai versenyünk, úgyhogy nagyon örülünk ennek. A pandémia erősen rányomta a bélyegét a tavalyi évre, hiszen a világbajnokság csak egy, az országos bajnokság is mindössze 2 futamból állt. Idén ennél jobb a helyzet, pláne hazánkban, ahol a környező országokhoz képest korábban indult a szezon, ráadásul állami segítséggel. Aminek nagyon örülünk, hogy ezt a mai magyar bajnoki futamot a Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta. Ezen támogatás következtében tudtuk megrendezni ezt a nagyon komoly versenyt, és reméljük, hogy a továbbiakban is ez így folytatódhat, és az ezévi 5 országos bajnoki futamunkat és az Európa és világbajnoki futamunkat sikeresen rendezhetjük meg. A Magyar Jetski Szövetség nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre, ennek jó bizonyíték a Jászai Csongor, aki tavaly junior világ és Európa bajnoki ezüstérmes volt, idén pedig már a felnőtteknél is letette a névjegyét. Ő a munkában hisz, és az sem mindegy, hogy hova erősít. Valóban nagyon sokat készülünk vízen is, szárazon is, mert muszáj meglenni a kondinak, és nem lehet úgy felállni egy jetskire, hogy nincsen semmilyen kondid, és konkrétan a harmadik kör után beesel a víz, mert nem bírod magadat fenntartani a vízen. De az egész téren nagy száraz edzések voltak, és április elején kezdtünk el vízre menni. A száraz edzéseken minden izomcsoportot meg kell dolgoztatni, főleg a lábat és a hátat, mert inkább lábbal tartod, mert a kezed csak kormányzásra van, és az csak nagyon nehéz esetekben, hogyha mondjuk boruláson, akkor tartod meg magad, de aztán igazából nem lehet kapaszkodni, mert akkor igazából sokkal több hibád lesz, és nehezebben fogsz menni a jetskivel, és nem leszel olyan gyors. Úgyhogy inkább a láb és a hát a fő központ, de igazából az egész testet megerőlteti. Csongor heti 9 edzéssel készül arra, hogy a későbbiekben olyan sikereket érjen el, mint Cseke Zsolt. A rutinos versenyző 2-szeres világ és Európa bajnok a saját kategóriájában, és ő is ugyanúgy a speciális felkészülésben látja a siker kulcsát. Elsősorban a kórizmok, a has, az alsó hátnak a mélyizmok, ami a legfontosabb, én úgy gondolom. Közel sem az, amit mindenki gondol, mert amikor elkezd, hogy karból tartjuk meg, hiszen ezt nem lehet abból tartani. Itt valóban azt a gyorsulást és pláne a kanyarsebességet kell kibírni, ami ez iszonyatos. Hát igen, has meg a mélyizmok kellnek, tehát nagyon speciálisan. Én speciálisan akár egy évet arra edzettem kimondtan csak, hogy az felfejlődjön. Ugye ezeket, és végülis ezzel sikerült mindent elérni, hogy a kanyarban vagyok gyorsabb, mint a többiek. Kell is a megfelelő izomzat, hiszen nem akármilyen erőhatások érik a pilótákat.
Aki rutintalan, annak nem is szabad ezekkel a gépekkel kísérleteznie. Én úgy gondolom, a gyári hajók is kicsi, minimális is módosítással egy átlagembernek elég kezelhetetlenek, mint egy utcai versenyautó, mondjuk egy Ferrari. De a nagy hajók, pláne egy karbonhajó, az már nagyon komoly felkészülést igényel. Itt már azért közel 500 lóerőről tudunk beszélni, de mindenképpen 400-450 fölötti. És ami nagyon fontos, hogy lényegesen könnyebb súlya, tehát az 500 lóerőt, közel 500 lóerőt egy ilyen 250 kiló páros volt. Tehát azért a súly-lóerő arány az annyira nagy, hogy ezt szerintem semmilyen más utcai eszköz nem tudja elérni. A kanyarok is iszonyan egy erőhatást adnak, tehát nagyon messze van a bármilyen utcai jetskitől vagy egyéb sporteszköztől. Mint a legtöbb technikai sportban, itt is a férfiak vannak többségben, de ez nem jelenti azt, hogy a szebbik nem képviselői nem rúghatnak labdába. A fiatal Frühlich Kata már most is az élmezőnyben van, sőt, kategóriájában Európa bajnok. Nagyon-nagyon fontos az, hogy jól szerepeljek, hiszen mégiscsak lányként magamnak is meg szeretném mutatni, hogy férfiak között is megállom a helyemet. A tél az egy erős felkészülés volt nekem, hogy tudjam bírni a fiúkkal, mégiscsak pár év, meg súlykülönbség, meg fizikumkülönbség is van. Maximálisan nagyon sok múlik a pilótán, hiszen a versenytapasztalat, vízismeret, hogy hány óra van már abban, hogy mennyit ment a vizen, nagyon sok múlik a pilótán, viszont hogyha egy kiélezett harc van, akkor a jeten is nagyon sok múlik, hogy adott esetben egy rajtba, hogy ki tudja elvinni a rajtot, és utána pedig a pilótán, hogy meg tudja tartani, vagy akár megelőzni az előtte lévőt. És az sem mindegy, ki hogyan használja a pályát. Ugyanis a sporták sajátossága, hogy egy bizonyos szakaszon alternatív útvonalat választhatnak a versenyzők. Ettől lesz még izgalmasabb a verseny. A splitán nagyon sok múlik, az ott a adott hely, ahol lehet előzni. Mert ugye a pálya többi részén, hogyha nem vagy nagyon közel az előtted lévő, az igazából nincsen sok lehetőséged. Én nagyon szeretem a splitet, hiszen ott nagyon jól lehet fordulni, meg megmutatni, hogy a jettel jól tudtok működni együtt, de itt is nagyon sok múlik azon, hogy mennyire úszik el a splitnek a bójai verseny közben. Hét ország versenyzői indultak az év első magyar versenyén. Közülük a belga Robin Laforge kapta a legnagyobb tapsot, aki a hazai a kedvencével, Cseke Zsolttal vívott óriási csatát. The race is good. A verseny nagyon jó volt, de azért azt kell mondjam, elég nehéz is egyben. Mégiscsak ez volt a szezon első versenye, és megérezte a testem. De jó volt. Tartalék jettel kellett mennem a második futamon, mert az elsőn bedöglött az enyém. Ez nem volt olyan gyors, de ezzel legalább versenyezhettem. Ellenkező esetben mehettem volna vissza Belgiumba. Az OB első hétvégéjének legdrámaibb versenyét a Ski GP3 Moto2-es kategória hozta. Az élbolyban bukások és bújahiba miatt folyamatosan változott a sorrend, majd az utolsó kör elején az addig végigvezető Szabó Barnabás jete megállt, így elbukta az összetett első helyét. Ettől még idén javíthat, és nem csak az országos bajnokságon. Elég nagy előnnyel vezettem, és az utolsó kör előtt egyszer csak a rajt most a célbójánál lefulladt a gép, utána próbáltam újraindítani, nagy nehezen elindult, de aztán körülbelül 20 méter múlva újra lefulladt, és hát igazából az utolsó kört így szenvedtem végig, hogy leállt, elindult. A GP3 kategóriával a magyar bajnokságot szeretném behúzni, illetve természetesen az Európa bajnokságon is, ahogy ezt már az elmúlt három évben tettem, és szeretném még, hogyha lesz világbajnokságon is ez a kategória, akkor ugye 18-ban már ott is megnyertem, ezt meg szeretném ismételni, illetve a GP1-be szintén a magyar bajnokságban az első hely a cél, az Európa, illetve világbajnokságon pedig a dobogó. Az OB első fordulója is bizonyította, a magyar jetski sport erős lábakon áll. A felnőttek mellett már az utánpótlás korosztály is szállítja az érmeket a világversenyekről. Ezt a szériát folytatná a szövetség idén is. A tavalyi világbajnokságban a hatodik helyet szereztük meg a nemzetek közötti éremtáblázatba, az Európa bajnokságon a másodikat, és a junior világbajnokságban pedig a harmadikat. Tehát gyakorlatilag
a junior versenyzőink is annyira ott vannak az élvonalban, hogy azt gondoljuk, hogy a jelenleg profi és jó felnőtt versenyzőinkhez az utánpótlás már érkezik, és ugye idén megint lesz egy junior világbajnoki futam Magyarországon, a EMMI támogatásának jóvoltából Nyíregyházán a Leveleki tavon. Módon a második fordulóval folytatódott a jetski országos bajnokság. Bár a szomszéd település Muhi híres a történelmi ütközetéről, nagy csatákban a tavon sem volt hiány. Ez a Ónodi tó, ez egy nagyon kedvelt versenyhelyszín a szövetségnek, nagyon régóta járunk le ide, de az, az igazság, hogy ilyen nagy vízmérséget még nem láttunk. Tehát az utóbbi 15 éve ilyen nagy vízmérség nem volt. Ez azt jelenti, hogy végülis a szárazföldtől elrabolt a tó jó néhány 10 négyzetmétert, és egy nagyon ideális pályát sikerült lerakni. Vannak egyenesek is, vannak nagyon technikás részek, nagyon jó behullámzik, úgyhogy végeredményben ez a országos bajnoki második verseny, ez már az Európa bajnoki szériának a szintfelmérője. Ezúttal is nívós nemzetközi mezőny gyűlt össze, melynek egyik képviselője az osztrák Krisztina Máringer. Nem először versenyez hazánkban, hiszen itt kiválóak a körülmények. A mai verseny nagyon jó volt, tudtam tartani a tempót a gyors srácokkal. Amúgy mindig együtt edzünk Szabó Gábor vezetésével, és úgy érzem, egyre gyorsabbak vagyunk. Már nagyjából ötödjére vagyok itt, imádom, remek hely. A pálya mindig gyors, jók a versenyek, jobbak a körülmények, mint otthon. Itt van Szabó Barnabás, aki világbajnok, Sümegi Martin szintén nagyon jó, a világ legjobbjaival versenyezhetek. Az utóbbi években a szövetség is rengeteget tett azért, hogy egyre színvonalasabb versenyeket rendezzenek. Ennek is köszönhető, hogy egyre többen állnak rajthoz a futamokon. A versenyrendelés színvonala is azért sokat nőtt, tehát az, hogy például élő közvetítést adunk a teljes versenyről, ami ugye Facebookon megy, sokan nézik ezt is, és azt gondolom, hogy az a technikai felszereltség, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumának és az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak köszönhetünk. Ez már egy olyan rendezési és biztonsági körülményeket tud adni a versenyzőknek, hogy szívesen jönnek el. Az utánpótlás versenyek is egyre színvonalasabbak. Elsősorban annak köszönhetően, hogy a tehetséges fiatalok rengeteg munkát fektetnek a fejlődésbe. Az edzőnek viszont nem csak az eredménye fontos, hanem hogy hogyan versenyeznek a tanítványok. Aminek nagyon örülök, hogy nagyon érett fejjel abszolválják. Tehát nekem ez egy nagyon fontos dolog, hogy látom ezeket a kicsi gyerekeket úgy versenyezni, hogy teljesen tudatosan. Az, hogy kinek hogy alakul majd a sebessége, az még szerintem nagyon sok idő arról beszélni, hogy ki az, aki majd egyszer egy pró versenyző lehet. Nekem ez a fontos, hogy jól érezzék magukat, jókat jetskiznek. Éppen Szabó Gábor rakta össze a pályát a hétvégére, amely rendesen megdolgoztatta a mezőnyt. Alapjától sok benne a padlógázos rész. Ugye itt a gyorsabb hajók tudnak kievényesülni annyira, de a splitten inkább a gyors lábváltás, meg a gyors kanyarodása lényeg. De egyébként egy összetett pályam, vannak benne nagyon jó kanyarok, hosszú egyenesek. Nem szeretek a pályába, az,
Lassabb hajó, az nem tud annyira jó érvényesülni ezen a pályán. Ifjabb Komonyi Lajos az egyik legígéretesebb tehetsége hazánknak. Tőle is érmet vár mindenki a közelgő nemzetközi versenyeken. Az edzője viszont tapasztalt versenyzőként pontosan tudja, hogy nem csak az érmek számítanak. Tudom azt, hogy kik azok, akik tehetségesek, és kik mennyi munkát tesznek bele, illetve a sportkarrierek szempontjában nagyon fontos faktorok vannak még. Nyilván értem itt azt, hogy megteremteni hozzá az anyagi lehetőségeket, illetve a szerencsefaktor, meg hogy egyáltalán az élet merre sodorja őket. De még egyszer hangsúlyozom, én mindig azt tartom a legfontosabbnak, hogy ezt élvezzék, jól érezzék magad, tanuljanak belőle, élményekkel, illetve tapasztalattal legyenek gazdagabbak. Tehát ez egy nagyon fontos, hiszen ezek lépcsőfokok abba, hogy esetleg későbbiekben komoly sportkarriert építsenek. A felnőttek mezőnyében már többeknek komoly karrierje van, de a hazai EB futam mindig különleges. Szerencsére idén is jók az előjelek. Néhány kategóriában már most lehet érzékelni a tavalyi eredményekhez képest, vagy a tavalyi formához képest, hogy ki hogy áll, és néhány versenyzőnk szerintem a tavalyi formája fölött van. Nagyon jó kilátásaink vannak. Ugye ilyen nagy jóslásokban az ember nem bocsátkozik, mert nyilvánvaló még azért addig van majd másfél hónap, de én azt gondolom, hogy a tavalyi szintet azt tudjuk teljesíteni. Már átélte a vitorlázás életérzését, minden bizonnyal rengeteg okot tud felsorolni, hogy miért szeretne újra és újra vízre szállni. Ám ez az a sport, amiben a legjobb, ha igazán fiatalon beletanul a gyermek. Én szerintem 6 évesen kezdtem, beraktuk öcsémet előre a hajó kis hajóba, és akkor vittem egy kört, megtanultam, hogy hogyan működik a hajó, hogyan megy. Nagyon nehéz fókuszáltan tartani egy gyereket 6 évesen, főleg egy ilyen komplikált sportban. Ezért először tényleg csak szerintem ami jó, hogy megszerettetni a sportágat, és akkor utána a fókuszáltabb edzéseket végrehajtani. Szerencsés az, aki vízpart mellett él, és a közelben van vitorlásiskola. Ám azoknak sem kell lemondani róla, akiknek nincs a közelében tó. Általában egyébként egy táborokkal kezdik, ahol így a vitorlázás szeretetét, meg az alapokat adják át a gyerekeknek. Először többnyire optimista hajóosztályban kezdenek, általánosabb ugye 7-8 éves kor körül. Ez azért is jó, mert itt nem egy gyors hajó, nem ijed meg a gyerek. Sok kis részlete van a hajónak, amiből nagyon jól elsajátítja, mint akkor utána nagyon sokat tud hasznosítani, és ebben kezdtem, és azt a tudást, ezt a mai napig tudom hasznosítani, mert ott tanultam. Nagy mezőny van benne, ez azt jelenti, ugye, hogy sok gyerekkel is van körbevéve, szóval jó barátságokat lehet kötni, és nagyon jó versenyek vannak, és ez a legerősebb hajóosztály a ilyen 9 és 14 év között. Először is, hogy hogyan kell vitorlázni, mi a fizikája, hogy behúzzuk a vitorlát, ne húzzuk túl, ne engedjük túlságosan, vigyük egyenesen. Érzékeny hajó egyébként gyorsan reagál a kormányra, ezt nagyon megtanulják a gyerekek, és érti, hogy miért, merre megy a hajó, és hogy működik a fizikája, akkor utána bármibe utána be tud ülni. Miután a gyermek kinőtte az optimist osztályt, válthat. Én a 183 centivel 80 körüli kilóval ezzel a laser standard felé vettem az irányt. Ez továbbra is egy személy, továbbra is egy vitorla, az alakja és más a hajónak. Igazából a
maga a tevékenység az eszmények nagyon hasonló. Azért egyre nehezebb mezőnyt is fog jelenteni, hogy egyre többen veszik komolyan, egyre többen hivatásszerűen űzik, és ezért kell azért úgy felkészülni lelkileg is, hogy egy idő után olyan legendákkal fog találkozni az ember, ahol nagyon el fogják verni, és akkor ott kell nagyon sok munkát belerakni. Alapfeltétel a jó erőnlét, hiszen a vitorlázók már gyenge szél esetén is sokat használják a testüket, folyamatos mozgásban vannak a folytonosan változó külső hatások miatt. Legfőképp egyébként comb, hát, has és váll, a kötelek húzása ugye a vállat terheli meg az egyensúlyérzék ugye nagyon fontos hozzá, így egyébként minden izmot megmozgat. Főleg, hogyha úszni is kell a hajó után, mert kiesik az ember, akkor meg főképp. Ez ugye irányítani a hajót, ahhoz igazából a hajó meghosszítása kell, hogy legyen, és ez az egész testet igényli. Folyamatos változatosságot, ez biztos, hogy a sporták szépségére tenném. Szóval semmi más hajtási mód nincs, a szelet kihasználva kell a leggyorsabbnak lenni. És ez, hogy így főleg manapság, hogy elfelé tart a világ, hogy azért próbálunk környezettudatosabbak lenni, szerintem azért eszméletlen pozitívuma a vitorlázásnak, hogy itt azért egy edzés során, ha most kimegyek és visszajövök, akkor én nem ártottam senkinek, és csak kihasználtam a szelet és a vizet. Meg az, hogy lehet űzni szinte bármeddig, és mint sportnak, komolyan véve, mint hobbinak is nagyon jó. A vitorlázás mindig egy nagy kaland. A természet, a víz, az időjárás mindig kifürkészhetetlen. Számos, kiszámíthatatlan tényezővel találjuk szemben magunkat minden alkalommal, ha hajóra szállunk. Bármikor bukkanhatunk egy addig ismeretlen öbölre, csodálatos új helyeket fedezhetünk fel, sőt, ha csak a Balatonra gondolunk, rengeteg baráttal vagy ismerőssel is összefuthatunk, akár a víz közepén. Sosem tudhatjuk előre biztosan, hogy mi fog történni.